Hát lehet, hogy annyi vagy, 60 vagyok, csak a 6-os másképp van rajzolva. 90 vagyok, igen. Sajnos elment az idő. Minden szakmámat nagy örömmel végeztem a futballt, utána pedig esztergályos lettem, és 55 évig dolgoztam. És kétszeres aranykoszorús mester lettem, mert imádtam dolgozni. És az, ha valaki szeret valamit csinálni, az tulajdonképpen hamar éli meg az életét, és elmúlik a sok év, és akkor jön rá, hát mióta csinálom, és szerettem, és boldogan jártam. Tehát az meghosszabbítja az ember életét, ha számítanak rá, és akkor élni akar, és jól akar élni, és belenyugszik abba, ami van, és nem akar csodákat tenni, hanem a legjobbat akarja elérni, amit ő ki tud hozni magából. Én nagyon szegény környezetbe értem, ugye Rákoson a Mávtelepen, és én akkor is még a rákosi Mávtelepen laktam, amikor az MTK-ban már játszottam. És olyan körülmények között, amit most elmondanák, talán el se hiszik. Ugye, hogy olyan lakásban laktunk, egy lakásban, ahol nem volt gáz, nem volt villany, a villany volt a konyhában, nem volt fűtés, nem volt a WC a lakásban, a vizet egész télen folyatni kellett, hogy benne fagyjon. Szóval ez mostani fejjel, lehet, ha nekem mondanák, én se hinném el, de hát ez így volt. Nem volt könnyű élet, de én nem éreztem, hogy nekem rossz dolgom van. Nem éreztem azt, hogy ilyen körülmények között rosszul élek. Nem tudom. Nem éreztem. Mindig azzal voltam megelégedve, ami van. Azt próbáltam mindig megcsinálni, amihez képességem van, én is járuljak hozzá közösséghez, a munkához, mindenhez. Az iskolája, mert természetesen az mindegyik az elemitől kezdve az érettségét, mind kitűnő volt. Mert akkor még volt, hogy emlékeztem valamire, hogy mit is olvastam el, és el tudtam mondani. 21 éves koromban még nem futballoztam, nem voltam igazolt játékos. És akkor kezdtem, mikor katonának bevonultam, ugye? És nagyon nehezen jött össze, mert a katonacsapatba is véletlen kerültem be, mert a többiek ugye mind MB3-as, MB, mit tudom én, milyen csapatoknál játszottak, és én hiába mondtam, hogy hát Rákosi Vasutasban játszom, tehát hát ilyen csapat nincs, és nem játszhattam. De én tudtam, hogy azért ezeknél jobb vagyok, mert a pálya mellett laktam, és állandóan futballoztuk. Volt egy kis bemutató a Honvédségnél, ott játszottam, Esztergomba volt, az esztergomi vasas pályán, és láttak játszani, és oda hívtak, hogy MB2-ben volt az esztergomi vasas, és azért az nekem abban az időben egy kiemelkedő dolognak tűnt, hogy MB2-be játszani, úgyhogy sehol nem voltam még, és egy fél évet játszottam. Ugye szomszédvár volt, Esztergom, Dorog, egymás ellen játszottunk még a Buzánszki, Monostori, Ilkujék idejében, és ottan Esztergomba vége lett a szezonnak, és a Dorog szakmabeli emberei, a szakemberek mondták, hogy nem lenne nekem kedvem átmenni Dorogra játszani. Hát MB1-es csapat volt. MB1-es csapat, és ráadásul a vidéki játékosok között, csapatok között a legjobb volt. Lejárt az év, és mondtam a Dorog vezetőinek, hogy én csak akkor tudok itt maradni, az én gondolataim szerint, ha egy nap szabadságot kapok, hogy én Budapesten legyek, mert én pesti vagyok. Világéletemben Budapesten laktam, és van okom, hogy miért legyek ott. Azt mondták, hogy ezt nem tudják megtenni, mert ez a bányásznak a bányászváros és a bányász tulajdon, stb. Minden a bányához köti. És mondtam, akkor elmegyek. Azt mondja, a vezető mondja, hogy te elmész innen, és hova? Hát mondom, úgy gondoltam, hogy az MTK-hoz. MTK-hoz? Tudod, kik vannak ott csatárok? Hát mondom, ha érdekel, elmondom a nevüket. Sándor, Palotási, Dekuti, Kárász, Molnár, Bukovi, Arató, Szimcsák. Ezek most a csatárok.
És te hogy gondolod, hogy beférsz a csapatba? Ha nem félek be, megvárom, még ezek meghalnak, és akkor én fogok játszani. Azt mondja, te hülye vagy. Mondom, annyira nem, hogy itt maradjak. És az MTK-ban nagyon nagy szerencsével kerültem. És örülök, nagyon örülök, hálát adok az Istennek, hogy én ilyen csapatban játszottam, kezdetben, mint ott játszott a Gellér, a Lantos, a Kovács Imre, a Sándor, a Palotás, a Hidekuti, és ezek között játszottam. És egyszer előfordult, hogy játszottam a csapatba, Ausztriában voltunk, és a Nándi azt mondja, mi a őzőt csinálsz te itt, mit állsz itt? Mondom, megmondom őszintén, olyan jó nézni ilyen közelről titeket, ahogy ti játszottok. Azt mondja, hát ez hülye vagy teljesen. Ezekkel játszani élmény volt, élmény. Én nekem örülni kellett, ha a csapatba bekerültem, mert a múltam nem igazolta vissza azt, hogy nekem ott a helyem van. A KK döntő, a válogatottság, ugye az, hogy én válogatott lehetek, és ott ülhettem Kairóba a többi játékos között, mind ott voltak a legismertebb játékosok, és ott részt vettem, azt mondta nekem a Sipos Feri, hogy tudod, azért játszol, mert én bedumáltalak téged az edzőnek, és te azért játszhatsz. Hát mondom, köszönöm, én megpróbáltam, hogy téged kitegyenek, de nem sikerült. A tudásom alapján volt, csak a többieknek még jobb volt. Tehát a többiek, akiket én elmesélek, meg hogy azok játszottak, egy Hidekutival nem lehetett fölvenni nekem a versenyt, ugye olyan szinten, vagy a Palotás Péter, vagy a Sándor, vagy akár a többi védő, mert szóba került az is, a Volentikkal voltunk, amikor a Volentik volt edző, hogy én középhátvédet játszok. Na de a Sipos volt ott, ugye? És a Sipossal nem lehetett fölvenni a versenyt, ő ugye 60 hányszor volt válogatott, és egymás után úgy, hogy ki se hagyott. Tehát én nekem nem lehetett reményem, hogy én hátul vagyok. Sokszor voltam én tartalék, na de ezek között, a játékosok között, azok jobbak voltak, mint én, és én hajlandó voltam, és benne voltam, hogy elismerjem, hogy így van. Mert ugye, én abban a csapatban játszottam, hogy Sándor, Göröcs, Albert, Tihi, aztán már nem is tudom, ki volt a bal szélső. Szóval az a helyzet, hogy ezeknek nagy múltjuk volt. Egy Albert Florian világbajnok volt, meg minden volt, és ezekkel egy csapatban játszani nagyon megtisztelő. Még ha fiatalabbak is voltak, mint én, ugye? De boldogság volt velük játszani. Mint híres magyar játékos volt, a világhírűek voltak. Nem volt könnyű bekerülni. Én B-válogatott voltam többször, tizenvalahányszor, és a B-válogatottal voltunk Kínába is, a kínai parlament avatásán, és Kínában a magyar B-válogatott 15 fővel indult ki, játszottunk Moszkvába, és utaztunk Kínába, és ott játszottunk két meccset, és összesen 15 játékos ment. Hát akkor, mikor nem tettek be a csapatba, az majdnem mély pont volt, de nem volt magas, az biztos. Az a helyzet, felettem volna én minden meccsen játszani. Na de, hát nem lehetett követelőzni, vagy azt mondani, hogy én szeretnék játszani, vagy én akarok. Tehát ez így lett megrendezve, így volt eldöntve, ez volt a vélemény az edzőknek. Egyiknél jobban boldogultam, a másik nem nagyon kedvezett. Hát tulajdonképpen, ha az ember megházasodik, akkor is lehet ez, lehet az. Ugye, kit szeressek jobban? Hát ilyen volt az egész futball is. Tulajdonképpen esztergásként azt hiszem jobb voltam, mint futballista. Nekem az volt az örömöm, hogy dolgozhattam, és olyat csinálhattam, amit szeretek. És aki szeret valamit, az megtanulja, és utána örül, hogy csinálhatja. És múlik az idő, és nem veszi észre. Az az esztergás munka szépsége, hogy egy alkotás. Egy alkotás, olyan, mint aki egy szobrot csinál, és ő nézi, és boldog,
és mások is megnézik. Ugyanúgy, mint az én munkámat is megnézték, meg megdicsérték, és elmondták a véleményüket, és ez nagyon sokszor volt, ugye? Hát minden nap csináltunk munkát, és ez nagyon jól esett. És tartott az emberbe a lelkesedést, hogy értékelik a munkáját. De én imádtam dolgozni, ami furán hangzik, mert nem sok embertől hallottam ezt, de én éltem, haltam a munkáért, és azért ment el nekem nagyon gyorsan ez az idő. És lehet, hogy azért éltem meg ezt a kort, és azért nem úgy éltem, mint a többi labdarúgó, akik mikor abba hagyták a futballt, akkor is még ittak, csavarogtak, itt ott híres játékosokkal, meg kell nézni, mi történt. Velem nem történt meg. És ez meghosszabbította szerintem az életemet. Feleségemet 10 éves kora után akkor ismertem meg, hát az volt a szerencse, hogy közel laktunk egymáshoz. És hogyha haza kísértem, már én is ott voltam, otthon voltam. 10 éves koromban, aztán 61-ben ősültem meg, és mostan 62 éve vagyok nős. Egy fiam van, és egy unokám, akit imádok, akiért mindent megtennék, 13. éves, ügyes, tornász, magas szintre vágyik, már legmagasabb tornaszintre, ugye, és csinálja 6 éves kora óta, és járjunk, visszük mindenhova szívesen, és örülünk, hogy van olyan akarata, hogy ezt akarja csinálni, és az iskolát is elvégzi. Én most azt szeretném csak, hogy amíg élek, így érezzem magamat legalább, mint most. Azt szeretném, hogy addig éljek, amíg jól érzem egy kicsit magamat, mert nem szeretnék olyan beteg lenni, hogy feküdni kell, és nem tudok mozogni, nem tudok senkivel találkozni, tehát, hogy elviselhető legyen az, amilyen az én életem. Legalább nagyjából ilyen legyen, amilyen most vagyok.